Sziasztok, kedves barátaim! Február 26-án Ekádasi. Ekádasi neve Amalaki Vrata Ekádasi. Brahmanda Puránában olvashatok róla a történetet, ahol Mandata király Vasista bölccsel beszél. Kérdezte a Mandata király, ó kedves bölcs, légy kegyes hozzám, és légy elégedett velem, és kérlek, meséld el nekem, milyen féle lemondásokat tudok végezni, ami legnagy kedvezőséget tud nekem eredményezni. A bölcs, Vasista Muni, válaszolt. Ezt a fogadalmat úgy neveznek, hogy Amalaki Ekádasi. Az az ember, aki követi előírt kötelességeket erre a napra, akkor meg tud szabadulni minden bűnös tettnek a visszahatásától, ugyanakkor eléri a felszabadulást. Ezek mellett az ember eléri ugyanolyan eredményt, mintha 1000 tehenet adományozott volna. És akkor Vasista Muni elmesélte egy történetet. Nagyon régen volt egy csodálatos város, amelyeket Vaidisya városnak nevezték. Ez a város nagyon ragyogott és virágzott, mert ebben a városban nem lakták se bűnösek, se ateisták. A város levegője zengett a védikus mantrákkal. Ebben a dicsőséges városban élt egy nagyon tiszta király. A király az úrnak nagy szolgája volt, Chaitra Radhának hívták a királyt, és ő a Hol dinasztiához tartozott. Annak köszönhetően, hogy a város minden lakója szolgálta az Úrharit, ott nem voltak se betegek, se szenvedők, se rászoroltak se. Így módon nagyon sok éven keresztül éltek boldogan a város lakói királlyal együtt. Egyik alkalommal, amikor a Dvádasi és Ekádasi egy napra estek, és király megtudta, hogy az Amalaki Ekádasi milyen csodálatos eredményeket tud hozni emberek számára, akkor ő és az összes város lakói megbeszélték, hogy az Ekádasi minden előírt kötelességet és szabályát be fognak tartani. Így korán reggel felkelték, megfürödtek a folyóba, és elmentek a Visnu templomában. A templomban nőtt Amalaki fa. Király elhozta a templomába kelékeket, amelyeket szánta az úr imádatára. Azzal kezdte, hogy felajánlotta megfelelő kelékeket az úrnak, utána pedig Brahmanakkal a papukkal együtt elkezdték zengeni magasztos imákat az úr csodálatos tulajdonságokról. Így eltelt az egész nap, és éjszaka szintén nem aludt senki, mindenki beszélt az úrnak a csodálatos természetéről, és énekeltek mantrákat és imákat. Ebben az időben megjött a templomba egy vadász, aki látta ilyen csodálatos templomot, ki van díszítve, mindenhol füstölők, virág, virágfűzerek, jó hangulat, és akkor nagyon meg volt lepve, hogy milyen szépen ott imádnak az urat. Ő kíváncsi lett, hogy mi történik, és ott maradt a templomba. Leült, és figyelte. Habár ő éhes volt, de ő nem evett, hanem egész éjszaka hallotta, hogy hogyan imádnak az urat, hogyan énekelnek a dalamokat, hogyan beszélnek róla. Így egész éjszaka a király és a város lakói és a vadász ott maradtak a templomában. Reggel király visszatért a városába, vadász szintén hazament, de az Amalaki Ekádasi hatására annak eredményként következő életbe ez a vadász királyként született meg, aki nagyon tiszta szívű és az úr nagy szolgája volt, mivel ő egész éjszaka ébren maradt, bőtött és tartott, ezért nem akár milyen király lett belőle, hanem ő hozzátartozott végtelen mennyiségű elefánt, lovak és nagy hadserege is volt neki. Vasurádha neve volt ennek a királynak, ráadásul hozzá 1 millió falu tartozott. Rendkívül igazságos király volt. Egyik nap, amikor Vasurádha király elment vadászni, eltévedt. Ő éhes volt, fáradt volt, és mivel nem látta most mi legyen a megoldás, akkor csak a földre feküdt, lepihenjen, a kezet használta párna helyett. Ahogy csak megnyugodott, hirtelen észrevette, hogy nagyon sok furcsa ember van körülötte. Ráadásul ez mind mlecshák voltak. Mlecshák, ezek ilyen nagyon alacsony szintű emberek, nem civilizált emberek. A mlecshák pedig úgy gondolták, hogy ez a király
aki megölte a mi gyermekeinket, őseinket, anyukáink, apukáinkat, ő miatt, ami szenvedünk, ellenségnek látták a királyt, egy vágyuk volt nekik, hogy megöljenek a királyt. Körbevették őt, és megtámadták a Vaszurátha királyt fegyverekkel, de észrevették hamarosan, hogy a fegyver nem tud ártani a királynak a testének. És nagyon megijedték, hogy most mi történik, nem tudjuk megölni ezt a királyt, biztos nem egy közönséges király. Ebben az időben a király testéből megnyilvánult egy csodálatos, ragyogó hölgy, akinek a szemei vörösek voltak a dühtől, isteni fegyveré voltak a kezébe, és akkor ő megtámadta Mlecsákat, és egy pár pillanat alatt mindenkit megölte. Ezután a király magához tért, felébredt, és észrevette, hogy mi történik itt, itt vannak a Mlecsák, és mindenki hallott. Erre Vaszurátha király elkezdte imádkozni, kérlek, mondd el, ki vagy te, aki megvédte engem? És az égből hallotta egy hangot, aki válaszolt. Kedves királyom, hát ki lehet az, hogyha nem az Úr Késeva, ugye az Úr Krisna vagy Isten, aki megvédte a kedves baktáját, kedves szolgáját. Ez az égi hang teljesen megolvasztatta a királynak a szívét, és a szíve fel volt töltve nagy szeretettel. Miután visszatért haza a királyvárosba, még jobban virágzott a városa, és minden lakó nagyon boldog volt, és nem ismerte a bánatot. A bölcsvászista folytatta. Bárki, aki követi az Amalakai Kádasit, mindenféleképpen vissza fog térni az Úrnak a lakóhelyére, az Úr Visnuhoz. Köszönöm szépen, akkor most megmondom a megtörési időpontot. Ugye Magai Kádasi lesz február 26-án, a megtörés pedig 6 óra 27 és 10 óra 07 perc között. Írjátok a kommentekben, hogy megy nektek a bőtölés, most látom, meg itt vannak újak, nagyon csodálatos. Lájkoljátok a videót, iratkozzatok fel a csatornára, és nyomjátok meg a csengőt, hogy értesítés kapjátok az új videókról. Köszönöm szépen, kellemes bőtöt kívánok mindenkinek. Hare Krishna!